Szép estét kívánok mindenkinek! Önök a Számok és a Valóság című műsoromat látják, én Kálai Zsuzsanna vagyok. Be lehet telefonálni a műsorba, és a telefonszám az hamarosan, én úgy gondolom, hogy meg is jelenik a képernyő alján, mert a kedves kollégák vannak olyan aranyosak, hogy ezt mindjárt meg is mutatják, tehát már a képernyő alján látható az a hívható nem emeldíjas telefonszám, amivel kapcsolatosan, hát ugye el lehet még azt is mondani, hogy nagyon könnyen bekapcsolódhatnak a műsorba, könnyen el lehet minket érni, és hát várom azokat a kedves telefonálókat, akik úgy gondolják, hogy belépnek a műsoromba. Kérem szépen, én a mai műsoromban úgy gondoltam, hogy ugye az asztrológia 2014-es asztrológiai elemzésekre nagyon sok ember kíváncsi. Na most az, hogy ugye kutatták a jövőt, és mindig is már az ősi időktől kezdve, ugye hát akkor még csak a holdat vették alapul és a napot, ugye az emberek, és hát ugye felfedezték azt, hogy a holdnak a keringése és magában az energiája, mekkora energiával van ugye az emberekre, ugye a zapályra és a dagályra, ugyanakkor ugye hát természetesen ezek alatt a vizeket értsük, az óceánt, a folyókat, hanem, mint ugye az érzelmi téren lévő víznek a hullámzásával hozták össze, tehát nagyon sok összefüggést véltek benne felfedezni, mármint a holdnak a fázisaiban. Na most, sokkal messzebbre ellátott egy idő után az ember, és ahogy tágultak az ismeretek, és ahogy bővültek a tudományok, pontosan nagyon sok mindenre fel lehetett, hogy mondjam, készülni, rálátni miután, miért, mit gondolnak, több bolygót ismertek meg. Tehát pontosan arról van szó, hogy hát a személyre szóló horoszkópnak az elkészítése nagyon-nagyon fontos, a bepontosítást igényel, és én úgy gondolom, hogy azoknak a kedves érdeklődőknek, akik úgy gondolják, hogy hát érdekesnek vélik, és ugye hát arra gondolnak, hogy a 2014-es év mégis mit hoz a számukra, én azt hiszem, hogy nem igazán kell ezen annyit lamentálniuk, mert ugye most nagyon megijedtek a januári Szaturnusz-Plutó együttállástól, amely ugye mutatta is a hatását hát minden egyénen, és kiből mit hozott ki, tehát vannak olyan embertípusok, és itt elkap a nevetés, mert nagyon sok érdekességet tartalmazott magában a bolygó. Gondoljanak bele, hogy vannak olyan lehetőségek, és annyira tehát időjárás függővé tették az embereket, hogy a bolygó behatások ellenére az egyik ember így érte meg, másik ember úgy érte meg, és éppen ezért kacagtunk annak idején a kollégákkal, így amikor hát ez bejött, hogy hát a szikrázó napsütést az emberek sírva élték meg. Miért? Mert ugye hát gondoljanak bele, mennyire jó idő van, és mennyire ugye hát meg is lesz ennek az időszaknak az ódiuma, de egy Szaturnusz-Plutó behatásnál, amikor ennyire nehéz időszakot élnek meg az emberek, és valahogy valaki a szikrázó napsütéstől sírva fakad, és a borús időtől pedig valamennyire a kedélye, hát hagyd ne mondjam, hogy megváltozik. Tehát itt nagyon érdekes dolgokat véltünk felfedezni, és a kollégákkal együtt, hát bevalljuk őszintén, hogy hát meg is mosolyogtuk az egészet. Na most, annak ellenére, hogy hát változnak az idők, és változnak azok a bolygóbehatások, rálátások, így a modern asztrológia tekintetében, és itt azért kiemelném, hogy nem a kínai asztrológiáról beszélünk, mert ugye a modern asztrológia és a mi asztrológia, tehát a nyugati asztrológia, az ugye minden bolygóval dolgozik. De a kínai asztrológia az meg hát természetesen a Jupitert veszi alapul, és teljesen más számítás alapján, teljesen más felfogás alapján nézi a jegyeket és az őselemi felosztásoknak a tulajdonságait. Ez is így van. Na de viszont, én arra gondoltam, hogy miután azért a nyugati asztrológia után megyünk, és mindjárt folytatni fogom, szép jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok, Józsi vagyok, és szeretném az erre való évnek a egészsége állapotomnak a útják, hát, hogy mit jósol. Na most én gondoltam, amíg így elmondta, hogy hát mire is lenne kíváncsi, tehát itt az egészségügyi állapotának a
működésére kíváncsi, vagyis az, hogy éppenséggel hogy áll szembe saját magával. Na most nézze, kedves József, nem tudom, hogy mikor született, de azért, 0, igen. 48-06-01. Iker. Iker. Na, pláne az ikreknek a mai világban azért nem olyan könnyű a helyzetük. Kérem szépen, nézze József, a helyzet a következő. Honnan telefonál, hogyha így elárul rá nekem, annak felettéből ülnék? Péterről telefonálok. Értem. Én úgy gondolom, hogy azért itt a keringési problémák és a magas vérnyomás azért éppenséggel azért eléggé megviseli önt. Nem tudom, hogy van-e olyan problémája. Na most nézze, az, hogy egy betegségnek mi a kimenetele, ezt most itt szögezzük le és beszéljük meg, de gyorsan. Igen. Azt én nem tudom, mert orvos nem vagyok, gyógyítással nem foglalkozom. Értem. Annak ellenére azért a horoszkóp mutatja a hajlamot, érti? Tehát értem. Az, hogy annak az évnek... Én erre vagyok kíváncsi, hogy mit mutat erre az évre nekem. Így van. Ennek az évnek a mondani valója, nyugodjon meg, mert nagyon könnyű és egy nagyon harmonikus éve jön. Nagyon jó. Nagyon tényleg? Jó. Így van. Örülök neki. Na most, mert kedves József, figyeljen ide, most ez egy nagyon érdekes dolog, amit fogok önnek mondani, hogy így bele kukkantok a képletbe, de hát higgy el nekem, hogy azért nem könnyű, tehát nézze, június 1-e, egy vidám, kacagos, kedves éve jön. Nem ez tudom, hogy miért van megijedve, hogy még szinte a hangján is lehet érezni, hogy egy kicsit nem tudja teljesen kifejezni magát, hogy végül is, hogy mi is a problémának az oka. Amiért telefonál. Nekem nagy problémám van, de nem foglalkozok vele, és ezért vagyok vidám mindig. Na ugye. Hát kérem szépen, akkor most tessék felkészülni, mert most még vidámabb éve jön. Hát ennek nagyon örülnék. Igen, na de viszont várjon egy kicsit, mert azért most itt komolyodjunk el. Egy év, júniustól júniusig. Igen. Amikor ez a nagyon harmonikus, nagyon kedves, nagyon vidám év felpereg, és utána pedig egy kicsit megáll ez az egész, és az a probléma, ami önt nyomassza, na igen, akkor fog valamilyen szinten koncentrálódni. De ha bármilyen betegsége van, bármilyen problémája van, és bármilyen, hogy mondjam, fizikai betegség, vagy lelki betegség, ami ugye nagyon sokat jelent, igen, akkor, hát természetesen, akkor pontosan erről van szó, mert abban az évnek és annak az évnek a mondani valója abszolút mutatja, hogy na, akkor koncentrálódik a probléma. Most tud rá felkészülni, érti, igen, József? Ennek ellenére, hogy egy nagyon kellemes, nagyon szikrázó napsütéses időszaka van, érti? Most. Értem. Most. Ritka ember. Nagyon ritka ember. Örüljön neki. De ennek ellenére a következő időszaka már egy kicsit nehezebb lesz. Hát, számoltam rá. El akarom mondani, hogy nekem most, egy igen, daganatos betegségem van, ami igen, áttétes. Megműtöttek rá, de a most áttét keletkezett utána. És akik kezelnek most, igen, azt mondták, hogy még ilyen vidám embert, mint én, nem láttak, hogy tudom ezt magamba földolgozni. Nézze, József, most érdekeset fogok önnek mondani, és hát hála jó Istennek, hogy így áll hozzá a problémájához. Ez kivételesen és kiemelten nagyon jó. De így ismerve az ön születési képletét, higgy el nekem, hogy első rálátásra én még azt is beverem vállalni, hogy meg fog gyógyulni belőle. Meg is akarok. Higgy el nekem, jó? De hagyjunk mást is szóhoz jutni. Jó, nagyon szépen köszönöm a mondani, és további jó munkát kívánok. Nagyon szépen köszönöm, és jobbulást kívánok, sőt gyógyulást kívánok önnek. Azt meg elfogadom.
És szikrázó jó kedvet és napsütést, úgy, ahogy indult ez a műsor. Így van. Nagyon szépen köszönöm, és minden jót kívánok önnek. Folytatjuk tovább a műsort, remélem ilyen szikrázó, nevetős, jó kedvel, és nagyon sok olyan kedves betelefonáló jön, akinek sajnos annyi ideje nincs, mint ennek az úrnak volt, mert hát azért 3 perc áll minden kedves betelefonálónak a rendelkezésére, csak van, amikor elnyújtjuk ugye a beszélgetést. Kérem szépen, térjünk vissza a 2014-es asztrológiai megfelelésekhez, amennyiben lehetséges. Mit is hoz az év? Mit lehet tenni? Miért kell tovább lépni? Vagy éppenséggel miért nem kell változtatni azon a helyzeten, amiben most éppen vannak azok a kedves paciensek, szülöttek, bárkik, azok az emberek, akiknek a 2014-es év valamilyen szinten, tehát teljesen érdekes lehetőségeket adott. Na most ki lehet mutatni, és ez egy nagyon érdekes téma, hogy például az iker szülötteknél, akik egy időpontban születtek, mennyire érdekes az asztrológia tudományánál, hogy mégis teljesen más lehetőségekkel, tehát ugyanabban a jegyben, ugyanabban az időszakban születteknél, a jegyek minősége annak ellenére, hogy ugyanolyan. De a szülött saját maga akarata szerint, és végső sorban úgy szoktuk nevezni, hogy személyes szintje szerint, mégis egy teljes más emberré válik, mint például a testvére. Na most ez például nagyon érdekes, mert a 2014-es horoszkópoknál, amikor az ember beletekint az olyan jegyű embereknél, akik hát még ugye nincs vége a 2014-nek, de természetesen mutatkozik, hogy ebben az időszakban azért mégiscsak nagyon sokféle olyan behatás érhet minket, és ez természetesen az iker szülöttekre is vonatkozni fog majd, akik ebben az évben születtek, hogy ebben az időszakban a bolygóállások tekintetében ezek a személyes jegyek teljesen más rezgéssel bírnak a szülött egyéniségére, ha hiszik, ha nem. Tehát annak ellenére, hogy ikrekről van szó, mégiscsak tehát teljesen máshogy fog ez olyan módon hatni ezek a bolygóbehatások azokra a szülöttekre, amilyen hónapban születni fognak, tehát éppenséggel, hogyha ebben a hónapban születnek olyan ikerpárok, amelyeknek a lehetőségei szerint nap, óra, percben ez mind megegyezik, de higgyék el nekem, mégis teljesen más kezdést fognak saját magukkal hozni. Kérném a következő telefonálót, meg fogom magyarázni miért. Ön van a vonalban. Igen. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Parancsoljon, csak éppenséggel küldtem el. Nagyon csörög meg minden nap. Így van, űrzaj van. Ha megkérhetném, akkor nagyon örülnék neki, hogyha a televízió készülékét behakítanám, mert felettéből örülnék neki. Parancsoljon. Miben segíthetek önnek? Én... Minden van, csak nem hallok semmi jót. Na most nem tudom, hogy honnan telefonál, de úgy látszik, hogy itt az éteri zajban, azért itt ha lehet, akkor ne húzzuk a műsoridőt tovább. Miben segíthetek önnek? Tessék? Parancsoljon, műsorban van. És mindig most figyel talán oda a hölgy, ahogy... Na most jó, akkor itt elbeszélgetünk egymással, még nem tudom mennyi ideig, és hogyha lehetne, akkor itt találjunk ki valamit, mert nem tudom, hogy kivel fogok beszélgetni a műsorban. Én itt vagyok, ön a műsorban van, várom a hozzászólását a műsorhoz, parancsoljon. Hát most nem tudom, mit beszél, de nem nekem. Ez érdekes. Hát ennek felettébb örülök. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na végre! Hála Istennek! Mi történt? Önnel üdvözlöm. Igen, parancsoljon, műsorban van. Én vagyok, telefonálni szeretnék. Velem beszél, műsorban van, parancsoljon. És elég... Igen, és azt szeretném mondani, hogy beteg vagyok, férjem meghalt, és
nem tudom, hogy mit szeretne mondani, vagy mit tudna nekem mondani, hogy mire a látásom. Na most nem tudom, kristálytisztán sajnos nem értem önt, de annak ellenére, hogy a beteg a férje, és ennek ellenére, hogy mi a kilátása ennek a betegségnek. Mi a, hogy mondjam, tehát milyen problémák veszik önt körül? Nagyon nehezen hallom, nagyon nagy zaj van, űrzaj van, lehetetlen így egymást megérteni. Egy gyors születési dátumot kérnék szépen, amennyiben lehetne. 41. Igen. 41. 5-13. Értem. Május 13-a. Kérem szépen, ez az ön születési képlete, nem a férjéjé. Ha igaz. Igen. Így van. Kérem szépen, változás várható ebben az időszakában, de május havától egy kicsit talán felpörög az időszaka, teljesen más volumenű időszaka lesz, de most csak ennyit tudok így mondani, mert annyira nem értsük meg egymást itt az űrzajban, hogy nem igazán tudok visszakérdezni, mert biztos nem fogja megérteni és hallani. Jó? Igen. Ezt, ha lehet, akkor beszéljük meg máshogy és máskor, de nagyon várom önöket, és azt hiszem, hogy így ezzel már semmi probléma nem is lesz, mert ebben a felállításban, mert akkora űrzaj volt az előbb, egyszerűen nem is értettem, hogy mi történik. Kérem szépen, még mindig lehet hívni a műsort, tehát nyugodtan be lehet telefonálni, remélem, hogy van még annyi idő a műsorból vissza, hogy meg tudjuk beszélni azokat a negatív eseményeket, amelyeket ugye az év rezeg, vagy éppenséggel nem rezeg. De visszatérve az ikrekre, tehát a személyes jegyek nem a születés pillanatában, és nem az órában és a percben fognak hatni, hanem már a fogantatás pillanatában. Üdvözlöm, szép jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ilona vagyok. Üdvözlöm, Ilona. Honnan telefonál, Ilona? Budapestről. Értem. Na most elnézést, hogy itt pörgetem a dolgokat, de hát az idő minket is köt. Miben segíthetek önnek? Az egészségem iránt szeretnék érdeklődni. Igen, mikor született, Ilona? 49. május 27. Na most én előre bocsájtanám, azért egy eléggé pörgős sorsú egyénnel beszélek, akinek az élete azért éppen eléggé sokat pörgött össze-vissza. Igen. Nézze, saját magához képest azért eléggé, annak ellenére, hogy így a televízió képernyőjében és magában így az adásban nem fog lejönni, de annak ellenére mégiscsak egy harcias, eléggé erős egyéniség. Na most én arra gondolok, hogy a magas vérnyomás, keringési problémák, de nem tudom, hogy hogy áll a cukor problémákkal. Az rendben van. Most daganatos problémám van és gerinc problémám. Na most nézze, ennek az időszaknak a kimenetele még azért a születésnapjáig stagnálni fog. Jaj, de jó, Istenem. Így van. De jó orvosi karbantartás mellett a következő év azért már könnyebb eddig. Tehát nem hoz olyan nagy nehézséget, amitől ön ennyire fél. Nézze, megértem, de ne keverjük össze, bocsánat, az asztrológiát a gyógyítással. Higgye el nekem, hogy én nem igazán vagyok orvos, és nem igazán tudok gyógyítani. Gondolom ezzel ön egyetért. Na de igen, viszont. Csak már az utóbbi két évben folyamatosan kórháztól kórházik. Értem. És hogy mi lesz az idén, azt szeretném, hogy javul-e a helyzetem. Na most figyeljen ide, Ilona. Az egészsége. Nézze, én annyira megértem magát, és igaza van. Épp pontosan, hogy születésnaptól születésnapig számítjuk az évet. Igen. Na most ennek az évnek a behatása nem igazán tartogat az ön számára nehezebb időket. Érti? Hál' Istennek. De a következő időszakában, születésnapja után azért, mert azért külön, tehát egy megint másfajta éve következik. Érti? Igen. Na most itt a lelkiek nagyon sokat számítanak. Higgye el magán, tehát higgye el, borzalmat nem látok, de higgye el nekem, hogy ennek az évnek a minősítése, és ennek a 2014-es évnek a rezgése nem most, hanem majd a születésnapja után, mert születésnapig kerek az évünk. Igen. Érti? Tehát most még 2013-at írunk az ön részére. Igen. Na de ennek ellenére én mégiscsak úgy gondolom, hogy ez az év egy kicsit stagnál, utána felperegnek az időszakok, és ha a kiek most rendben vannak, akkor én úgy gondolom, hogy saját magával képest azért tudja a tempót tartani.
Igen, hát igyekszem. Egyébként is ne mondjon le saját magáról, egyébként is egy harcias típus. Tud harcolni az egészségéért, tud harcolni saját magáért. És én úgy gondolom, hogy eléggé korrekten áll saját magához. Igen, igyekszem, nagyon szépen köszönöm. Nincs miről beszélni. Most még egy kérdésem, ha anyagi helyzetem változik, valamit javul. Nézze, a következő évnek a szakaszában mutatható az évnek a második felében anyagi fellendülés, de most még nem. Nagyon most még jó. Nem. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. És az egészségemmel kapcsolatban nagyon megnyugtatott. Nagyon szépen Isten köszönöm. Isten áldja meg önt. Jó éjszakát Minden kívánok. Jót kívánok, és köszönöm szépen. Hát jó dolog segíteni, csak nem biztos, hogy az ember olyan tanácsokat tud adni, amit így most képernyőn keresztül csak úgy meg tudunk fogadni. Most lehet, hogy saját magam ellen beszélek, higgyék el, de ahhoz, hogy egy személyes tapasztalat alapján és egy személyes találkozás alapján mennyi mindenre tudunk rájönni, az még többet jelent. Üdvözlöm, szép estét kívánok, látom, hogy ön van a vonalban, parancsoljon. Üdvözlöm, 59. február 23-án születtem. Igen. És ezt még egyszer kérném, bocsánat, ezt még 59. egyszer 59. február 23. Értem, parancsoljon. Párkapcsolati meg anyagi dolgokról szeretnék. Akkor kérdez. Nagyon siessünk, mert 5 perc áll a műsoridőből okay. vissza. Hogy hívják önt? Attila. Attila. És mi a problémája, Attila? Most a problémám, én csak azt kérdeztem, hogy párkapcsolati meg anyagi vonzat. Értem, oké, de én arra gondoltam, hogy a párkapcsolatával kapcsolatosan mi a problémája. Nincs probléma, csak a jövőre gondoltam én, hogy arra szeretnék választ. Értem. Na most nézem, az előbb kifejtettem, hogy a következő időszakára kíváncsi párkapcsolatok és az anyagiak terén. Én úgy gondolom, hogy ön azért egy eléggé pörgős vízöntő, és a következő időszaka... Nem, én halak vagyok, nem? Hát nézze, február 21, nem? Három. Akkor elértettük egymást. Így van, halak jegye. Kérem szépen, a halak jegyének a pörgősségét örökölte, vagyis hozta át. Na most annak ellenére, hogy azért elkezdődik az új korszak kezdete, a 2014-es év, azért én mégiscsak arra gondolnék, hogy nem az anyagiakról fog szólni Attila, hanem a párkapcsolatról. Jó volt a kérdés. Első gondolat volt. És jól is tette fel a kérdését, csak ugyanakkor ebben azért elrejtve mégiscsak azt látom, hogy most még nehéz a helyzet, most még egy kicsit pörgős a helyzet, tele volt az élete változásokkal, netán úgy gondolom, hogy ez az év hozott olyan meghatározásokat az ön párkapcsolatában, ami egy kicsit talán hol ilyen, hol olyan volt, de ez kisimulni nem most fog, higgy el nekem, hanem majd a következő évben. Jó, 2015-ben ezek szerint. Így van. Így okay. Jó. És köszönöm szépen. Elnézést kérek mindenkitől, de itt nagyon elszaladt az idő. Tehát cikrázó napsütéssel kezdtünk, aztán most meg már egy kicsit lehet, hogy be is barul az idő a műsor végére, mert itt jöttek a nehezebb problémák. Csak én éppen kifejteni nem tudtam, mert hát köt a műsoridő. De mindenkit ennek ellenére remélem, hogy szikrázó hóesésben fogok várni már jövő hét kedden, amikor ugye hát este 9:30-tól szintén az önöké vagyok, és várok mindenkit a képernyő elő ugyanilyen nagyon nagy szeretettel és tisztelettel, tehát ne felejtsék el, jövő héten kedden számok és a valóság, és várok mindenkit. Minden jót kívánok önöknek!